Az offshore cégek helyett magántőke alapok mögé rejtőzik a Nerelit. Egyre több szektort hálóznak be a titkos pénzgyűjtők című cikkemben. Azzal foglalkoztam, hogy hogyan váltották fel az offshore cégeket a magántőke alapok, és milyen politika közeli vagy kormány közeli szereplőkhöz kötődnek ezek a tőke alapok, illetve az alapkezelők. A cikkben azt is bemutattam, hogy a magyar szabályozás az miért nem segíti az átláthatóságot és a transzparenciát, és miért problémás az, hogy nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen milyen befektetők állnak a tőkealapok mögött, tehát kik azok, akik valójában a pénzt adják ezekhez a befektetésekhez. Ma Magyarországon közel 80 magántőkealap működik, és ezeknek nagyjából 70%-a valamilyen formában a hatalomhoz vagy kormányközeli szereplőkhöz köthető. Mészáros Lőrincnek van a legnagyobb hálózata, ő 2 alapkezelőt és 13 tőkealapot kezel, de feltűnik a piacon még Szíj László, Kertész József Tamás, illetve Száraz István is. Hogyha kíváncsi vagy további részletekre, akkor olvasd el a cikkemet a magántőkealapokról.